És akkor a hét zárása, ez is az előző évekhez hasonlóan szombaton a Küri környezetvédelmi verseny területi fordulójának lebonyolításával ér véget. Hallgassátok meg a Fitajkáni Szentei Mária iskola igazgatóknak a megbízását. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a Küri környezetvédelmi emlékverseny területi döntőjén. Én már hagyományosan nagy örömünkkel mi adhatunk helyt ennek a területi versenynek, és én úgy gondolom, hogy általában jól szokta magát érezni minden itt szereplő csapat. Én bízom benne, hogy ez most is így lesz. A feladatok még itt vannak a kezemben bontatlan csomagolásban, tehát még senki sem tudja, hogy mi lesz az a feladat, amit most a csapatoknak el kell végezniük. Ez hamarosan kiderül. Én kívánok mindenkinek nagyon sikeres versenyzést, egy kellemes szombat délelőtt, és a kollégáknak szeretném megköszönni, hogy az idén is felkészítették a csapatokat, és szabad idejüket erre számban most is, ezen a szombati napon is itt vannak velünk, és akkor mindenkinek sok sikert kívánok a versenyhez. Én szeretnék még szólni néhány praktikus dologról. Az általános iskolás korosztály az írásbeli és egyben gyakorlati fordulóját 60 perc alatt kell, hogy megoldja. A középiskolások pedig 90 percet kapnak erre. Mindenki ugyanebben a teremben fog visszajönni, hogyha végeztetek, akkor odakint vár benneteket egy kis büfé, lehetőségetek van számítógépen internetet használni, használjátok ki ezt a kis időt. Mi megkérnénk a kísérő tanáraitokat, hogy segítsenek nekünk kijavítani a dolgozataitokat, és akkor ha nagyon jól dolgoztok, nem hibáztok, akkor nagyon könnyű lesz javítani, és akkor délre már eredményt is tudunk kérni. Ugyanebben a teremben fogtok visszajönni, hogyha ennek a hirdetésnek vége van. Mindenki hoz magával tollat, egyéb segédeszköz nem használható. Ne is hozzatok be okos órát, telefont, mert ezeket nem használjuk. Ha véletlenül valaki mégis használja, akkor őt ki kell, hogy zárjuk a versenyből. Mit akartam még mondani nektek hirtelen? Azt, hogy amit ti a tollaitokat összeszeditek, addig mi az asztalatokra kikészítjük a kísérleteket. Ezen rajta lesz, hogy ki hányodik korosztályba tartozik, mert ha mindannyian együtt vagytok, akkor az nem volna szerencsés, hogyha egymás mellett lennének az 5., 6. osztályosok, tehát megpróbáljuk változatosan kirakni ezeket a tárcákat, és mindenki olyan helyre jön vissza, ahol a neki megfelelő korosztályos tárcát találja. És aztán, amikor mindenki újra itt van, akkor kibontjuk ezeket a borítékokat, és megkapjátok a feladatlapokat. Van esetleg valakinek kérdés, amit nem tudtok? Akkor én köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó versenyzést kívánok, és akkor... Újra. A Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Reál hetének talán a legnagyobb rendezvénye a Küri Környezetvédelmi Emlékverseny. Ez itt most ma kerül megrendezésre, és erre a versenyre több helyről is érkeztek, ugyanis ez a területi döntő. De hogyan is alakult ki ez a Küri Emlékverseny, és mióta vesz részt rajta a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium? Hát a Küri alapítvány, ez egy szolnoki székhelyű alapítvány. Ő már nagyon régóta szervez versenyeket, először kémia versenyeket szervezett, aztán ahogyan ezt sikeressé vált, utána kiterjesztette a környezetvédelemre, matematika versenyre, és ebben a tanévben egy új versenyt is hirdetett, a Lengyel Mezőkön című versenyt. Az iskolánk tanulói már nagyon régóta versenyeznek a környezetvédelem és a kémia versenyeken is elsősorban.
Az iskolánkban a területi versenyt már 17. éve rendezzük meg, és mióta reálhetet is rendezünk, akkor általában ezt összekötjük, és ezzel szoktuk zárni, vagy ha úgy adódik, akkor ezzel nyitjuk a reálhetet. A versenyt megelőzik levelezős fordulók, és a legsikeresebb megoldásokat beküldő tanulókat hívjuk be, és az idén jöttek Kiskunfélegyházáról, Mezőkovácsházáról, Kunszentmártonról és Szarvasról diákok. A versenynek a célja nyilván a környezettudatos szemléletmód elsajátítása, illetve hát tudjuk már, hogy a gyermekek nevelik a szülőket, és akkor ők tovább tudják vinni otthon is ezt a szemléletet. Bontsuk ki akkor a verseny menetét, mert ugye vannak előfordulók, és akkor ez a területi döntő. Mit kell csinálni a csapatoknak az előzetes feladatok kapcsán? Három levelezős forduló van, ami azt jelenti, hogy ha beneveztek a diákok, akkor kapnak három levelet, három feladatsort, és azt kell visszaküldeni az általuk választott területbe. Ez a verseny az egész országot behálózza, illetve határon túl is vannak versenyzők. És a területenként a legjobb csapatokat hívjuk be, és az egész országban most egyszerre rendezik meg ezeket a területi fordulókat. 19 helyszínen zajlik most ez a verseny, tehát gyakorlatilag itt most Szarvasra is vidékről érkeztek, és azért Szarvasra is most nagy fókuszálás van ebben a területben. Így van. Egyre távolabbi helyekről érkeznek a diákok, bár azt is el kell mondanom sajnos, hogy Orosházáról régen nagyon sokan jöttek, és most már Orosházáról nem nagyon kapunk diákokat. És talán a szarvasi gyerekek érdeklődése is, minthogyha egy kicsit csökkent volna. Ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy környezetvédelemről beszélünk, ami nagyon fontos társadalmi gazdasági téma is, annak ellenére a diákok érdeklődése, minthogyha kicsit csappanna? Nem biztos, hogy amiatt nincsenek annyian a versenyzők, hanem ez annyira tág ez a téma, hogy nagyon nehezen tudnak a versenyre fölkészülni. Annyi mindent kellene nekik tudni, ismerniük kellene tényleg a környezetvédelmi problémákat, a nevezetes napokat, ami már tudjuk, hogy szinte minden napra van egy, amit azt gondolom én a magam fejével, hogy ezt nem lehet megjegyezni. Ismerniük kell a nemzeti parkokat, tehát nagyon-nagyon sok mindent kell tudni, és nagyon nehéz véleményem szerint felkészülni erre a versenyre. Úgy tudom, hogy elég mélyen kutakodniuk is kellett, de itt Szarvas és Szarvas környékieknek volt egy pici könnyebbség, hiszen az idei téma kicsit a környezetünkre idézte. Igen, azért, mivel említettem, hogy olyan nagyon nagy témát ölel fel ez a környezetvédelem és a környezettudatosság, ezért próbálnak azért évente valamilyen szűkebb témát megjelölni, hogy könnyebb legyen a felkészülés. Pontosan most az a téma, hogy a Körösmaros Nemzeti Parkkal jellemző élőhelyeket is kell kutatni. Mit jelentett a felkészülésben ez a kutatás? Hát elsősorban ez a kutatás, ez ilyen elméleti kutatás még a felkészülésben, tehát kutatgatni kellett az interneten, a különböző szakirodalmakban. Nos, akkor még térjünk ki arra, hogy a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói hogy szoktak helytállni ezen a versenyen? Hát a gimnázium tanulói, ugye most már csak középiskolás kategóriában indulnak, és hát első-második helyeken szoktak végezni, úgyhogy nem panaszkodhatunk a diákjainkra. A rengeteg egyéb elfoglaltságok mellett azért erre is szentelnek időt, és hát a biológia tanáraink pedig, mert különösen ugye rájuk nehezedik ez a súly, nagyon elkötelezettek, de a mindennapi életükben is példát mutatnak nekik a környezet tudatos magatartás elsajátításában. Mivel ez a verseny beágyazódik a Reál Hét programjaiban, maga a Reál Hét rendezvénye mennyire segíti ezt a munkát? Tehát itt a környezetvédelmi verseny felkészülésében és megrendezésében is elengedhetetlen, hogy a Reál munkaközösség együtt dolgozzon.
Tehát már annyira összeszokott ez a kis csapatunk, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki tudja, hogy mi a feladata. Ilyenkor már a 17 év után az előkészítés az viszonylag egyszerűen működik. És mivel említésre került, hogy ez a Curie Alapítvány azért egy másik szekcióban is hirdetett versenyt, és itt is érintett a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, erről a versenyről is szóljunk egy pár gondolatot. Igen, ebben az évben az alapítvány pályázott, és a névadójával kapcsolatos versenyt hirdetett. Marie Curie-ről, illetve hát Marie Sklodowskáról szól most a verseny. A verseny címe a Lengyel mezőkön, és itt nem csak az életéről és a tudományos munkásságáról, hanem abból a környezetből, történelmi és kulturális környezetről is szólt ez a verseny, amiben ő munkálkodott, amiben felnevelkedett. Itt két csapatunk indult ezen a versenyen, és hát hasonló a megrendelési formája, mint ennek a környezetvédelmi versenynek, a levelezős fordulók után Szentesen volt egy területi verseny. Azon túljutottunk, és az egyik csapatunk ma az országos versenyen Budapesten küzd azért, hogy az első három csapatba benne legyen az országban, mert az első három helyezett lengyelországi utazást nyer. Úgyhogy nagyon drukkolunk nekik. És hát ez természetesen így akkor több vonalon érinti ezt a Reál hetet, hogyha így kiteljesedve még Budapesten is zajlik ez a programelem. De térjünk vissza azért a mai napra egy gondolat erejéig még. A mai nap feladataiban mi található? Mit kell megoldaniuk a gyerekeknek, a résztvevőknek? A gyerekek most kaptak egy feladatlapot. Ez a feladatlap két részből áll, egy elméleti tudást kell nekik felmutatni, illetve egy gyakorlati feladatot. Mivel én még nem láttam ezt a feladatsort, mert ugye ezt csak ma bonthattuk ki, ezért én nem nagyon tudom, hogy most milyen feladatot kaptak, de remélhetőleg nagyon ügyesen meg fogják oldani, mi pedig meg ki fogjuk javítani még ma. A Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Reál hete keretében most zajlik a Curie környezetvédelmi emlékverseny. Erre több vidéki csapat is érkezett, többek között Kiskun Félegyházáról. A Kiskun Félegyházi iskolának a felkészítő tanárát kérdezem, hogy hány csapatot hozott, és mekkorák ők, melyik kategóriát képviselik. A Kiskun Félegyházi Dózsa György Általános Iskolából érkeztünk. Jelen pillanatban egy hatodikos csapatunk van a helyszínen. Egy ötödikes csapat is bejutott, de sajnos ők egy másik versenyen kell, hogy most részt vegyenek. A gyerekek már tavaly is indultak, ez a korosztály az ötödik, hatodikosokban, akkor ötödikesként, ezért szerették volna mindenképpen idén is folytatni. Sőt, az egyik csapattagunknak a nővére, amikor elkezdtük ezt a versenyzést 10 évvel ezelőtt, akkor az országos döntőbe is bejutott, tehát már ő pontosan ezen okból kiindulva folytatta a versenyzést. Ezek szerint az iskolának már nagy hagyományai vannak a környezetvédelem vagy a biológia, kémia területén, és a gyerekek egymásnak is átadva adják a versenyzés lendületét. Milyen volt a felkészítés, milyen volt a mostani témának a feldolgozása? A gyerekek örömmel fogadták, hogy a levegő témakört fogjuk az idén feldolgozni, illetve a körzetünkben található kis Körösmaros Nemzeti Parkot. Nagyon szerették ezt a témát, mert hogy valóban az ötödikben, illetve hatodikban előkerülő tematikákat tudtuk kicsit mélyebben átvenni. A feladatsor segített ebben, amelyek a levelező fordulón mi megkaptunk, illetve a gyerekek kitölthettek. Szívesen jöttek a plusz órákra, amelyeket tartottunk, és gyakran ők is adtak ötletet, hogy esetleg ők erről hallottak vagy olvastak, és nagyon szívesen átbeszélnék az én vezetésemmel. A saját környezetükben mit tapasztalnak a tanultakkal szemben, vagy a tanultak mellett? Szerencsére olyan környéken van az iskolánk is, illetve a gyerekek is olyan helyen laknak, ahol azért a környezettudatos életmód nem csak szóban vagy írásban létezik, alkalmazzák. És konkrétan, amikor az uzmokról beszélünk, például mint indikátor élőlényről, és ehhez a témához kapcsolódott is, akkor tudtam azt a példát mondani, hogy átmegyünk az utca túloldalára, ott van a fa, és meg tudjuk rajta nézni, tehát a kén-dioxid számunkra nem jelent most problémát. Ráadásul a város most pont egy zöldítő program keretében felújítja, megszépíti a központi részét.
A városvezetés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeknek a környezettudatos nevelése ilyen módon is megvalósuljon. Ráadásul olyan családi környezetből is érkeztek ezek a gyerekek, akik az értékeket megkapták ehhez. Ez minden esetre egy nagyon reményteljes dolog, de reméljük, hogy a mai nap is jó eredményeket hoz. Mire számítanak? Gyerekek természetesen győzni jön minden gyermek, és ők is valószínűleg tudat alatt bennük van, de megbeszéltük, hogy nem számít a helyezés ebből a szempontból. Az a tudás, amit megkaptak, évről évre bővíthetik ezáltal, illetve amit tudnak alkalmazni, nagyon sok már korábbi évben kiment diákunknál, az hétköznapi életbe való beépülését fogja jelenteni. Van olyan, aki mondjuk mérnöknek ment környezetvédelmi tekintetben, vagy esetleg orvosnak, és jól tudják alkalmazni ezeket a területeket. Tehát persze fontos a helyezés, és szeretnénk, hogyha jó helyezést érnének el a gyerekek, a felkészülésük üteme azért arra mutat, hogy remélhetőleg valahol az elején lesznek, de akkor sem kell csalódottnak lenniük, hogyha nem ez fog megvalósulni. Mint felkészítő pedagógus, mit tapasztal, hogy erre a témára, a környezetvédelemre, a környezettudatosságra mennyire fogékonyak a gyerekek, azon túl, hogy nem csak a versenyzőkre gondolunk ilyenkor? Mivel a mi iskolánk nagy hangsúlyt fektet erre is, környezetvédelmi napokhoz kapcsolódóan, például a Föld napja tekintetében, a környezettudatos neveléssel az iskola környezetét is megpróbáljuk ennek megfelelően alakítani, például komposzt helyünk is van az iskola hátsó részében, ezért úgy gondolom, hogy fontos. Illetve az elsőtől fogva, tehát én most ugye felsősökkel érkeztem, de azért elsőtől fogva nagyon odafigyelnek a tanárok, nem csak a szakos tanárok arra, hogy ezt nagyon kihangsúlyozzák, és tényleg a gyakorlatban alkalmaztassák a gyerekekkel. Ugye azt tudom mondani, hogy mire mi már így ötödikben átvesszük őket, addigra már egy egész jó kialakult kis környezettudatos csimócákat kapunk. Ráadásul természettudományos gyakorlatokat is kaptunk lehetőségképpen egy kis nevelésre, hogy ezzel tudjuk folytatni. Tehát tulajdonképpen ők szeretik, értik és alkalmazzák is azt a tudást, amit megkaptak, vagy esetleg látnak valahol. És feltételezhetően hatással vannak a felnőtt világra is ezzel az attitűdre, illetve a maguk felnőtt világába átviszik. Remélhetőleg igen, és ezért is mondtam, hogy nem csak az iskola, hanem az a környezet, ahonnan a gyerekek érkeznek, a szülői környezet is nagyon segítő partner ebben, ők is fontosnak tartják. Például az iskolánk az 5-es tekintetében az első az országban, amelyet ennek a keretében próbáljuk a családokat is összefogni, és ez tényleg nagyon, nagyon tudatossá teszi mind a felnőtteket, mind a gyerekeket, és ezt is tudjuk nekik köszönni. A Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban február 2. hete a reál tudományokról szólt. Ebben a programban mindig behelyeznek egy-két olyan elemet, ami régi, nagy formátumú tanáregyéniségeikhez szól. Így volt ez Kunos András emlékversenye is. Ez a verseny miről szólt, mi ennek a célja? A Kunos András emlékverseny célja az, hogy egy picit a fizika tantárgy iránti elkötelezettséget erősítsük diákjainkban. Az utóbbi időben nagyon sok diákunk, nagyon sokféle versenyen szerepel eredményesen, sikerrel, de valahogy úgy a fizika időnként azt érezzük, hogy a háttérbe kerül. Ennek az is lehet az oka, hogy a műszaki területre igyekvő diákok egy része is a matematika mellett inkább az informatika tantárgyat választja, hiszen ezt is megteheti, és kevesen vannak, akik kifejezetten a fizikát szeretnék elmélyülten tanulni, úgyhogy ennek nem titkolt célja az, hogy a fizika tantárgyat egy kicsit úgymond helyzetbe hozzuk. A másik célja pedig valóban az, hogy ezt a házi versenyt névvel nevezzük, hogy egykori neves tanárainkra emlékezzünk. Mi, akik a versenyt szervezzük, mi még ismertük, tanultunk Kunos Bandi bácsitól, és számunkra ez nagyon fontos, hogy az ő neve is benne legyen az iskola életébe, és el szoktuk mondani, hogy ez egy egykori tanárunkról, aki még minket tanított, került elnevezésre. És hát pontosan azért, mert
tipikus feladatmegoldó versenyeket általában a gyerekek nem annyira kedvelik. Van ugyan most örömünkre többen bekapcsolódtak egy ilyen többfordulós megyei fizika versenyre, a Baj Zoltán fizika versenyre, reményeink szerint megyei döntőbe is kerülnek. Az egy ilyen hagyományos feladatmegoldó verseny, de mi azt gondoltuk, hogy egy kicsit újszerűvé tesszük ezt a versenyt. És mi volt ez az újszerűség? Azaz úgy tudom, hogy két fordulóból is állt ez a kunos verseny, azaz két délután programját töltötte ki. Így van, tehát két fordulóból állt a verseny. Az első fordulóban a diákok egy mérési gyakorlatot végeztek. Igyekszünk kihasználni minden olyan lehetőséget, ami az öveges labor által ugye az utóbbi években rendelkezésünkre áll, és gyakorlatilag itt egy mérési sort végeztek el a diákok, és hát egy kicsit az idei témát kapcsoltuk az aktualitásokhoz. Tavaly az alacsony hőmérsékletek fizikája volt a téma, hiszen akkor egy pályázat útján elnyertük a folyékony nitrogéntartályt, és akkor próbáltunk sok rendezvényt a köré csoportosítani. Most pedig, hogy a tetőnkre felkerültek a napelemek, az adta az ötletet, hogy az idei téma a megújuló energiák legyenek, így a mérési gyakorlat az is a napelemekhez kapcsolódott. A diákoknak egy olyan feladatsort kellett elvégezniük, hogy a napelemeknek az energiatermelését vizsgálták különböző feltételek között. Volt olyan feladatsor, ahol a napelem felületének arányában hogyan változik a megtermelt energia, akkor a fénysugarak beesési szöge hogyan befolyásolja a napenergiát, illetve a fénysugárzás erőssége, és akkor ezekből kellett nekik méréseket végezni, illetve a kapott mérési eredményeket diagramon ábrázolni, és ami nagyon fontos, hogy utána a mért eredményeket értelmezni, magyarázni kellett. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a diákok valami, akár egy számolási példában, akár egy mérési feladatban egy eredményhez eljutnak, akkor ott álljanak meg, és gondolják át, értelmezzék, hogy ez, amit kaptak, ez valós, reális-e, ha igen, akkor mi lehet az oka, hogy ezt az eredményt kapták a mérés során, vagy a számolás során. Tehát ez is benne volt a feladatban, hogy a kapott eredményeket elemezzék ki. Ez volt az első fordulója a versenynek, és utána a második fordulóban pedig a megújuló energiák témaköréből kellett nekik egy prezentációt tartani. Tulajdonképpen itt a lényeg az, hogy ugye egyrészt utána nézzenek a témának, elmélyüljenek egy kicsit ebben. Választani lehetett, hogy vagy általában a megújuló energia források által nyújtott lehetőségekről, fajtáiról beszélnek, vagy pedig egy adott elemet ebből kiragadva részletesebben bemutatnak, ami őket jobban érdekli, vagy ami őket jobban megfogta. És ezt egy zsűri előtt el kellett nekik mondani. Ez megint egy olyan elem, ami tantártól független, hogy igyekeznek el a gyerekeket minél többször olyan helyzetbe hozni, hogy kiálljanak, és kisebb-nagyobb közönség előtt mondják el azt, amit el szeretnének mondani, hiszen az életben erre majd nagy szükségük lesz, akármilyen irányba is mennek tovább tanulni, hogy egy-egy ilyen prezentációt, beszámolót szóban el tudjanak mondani, tehát ez erre is jó lehetőség volt. Úgyhogy a zsűri meghallgatta a prezentációkat, nagy örömünkre, hát munkaközösség vezetőnk Kitúljak Eszter mellett két nagyon kedves nyugdíjas kollégánk, Babákné Szabó Erzsébet és Szabó József tanár úr vállalták a zsűri szerepét, ez is mindig nagy öröm nekünk. Mennyire voltak megelégedve a diákokkal ezek az szintén egykori tanárkollegák, és hogy sikerült szerepelniük? Jól sikerült, a kollégák megdicsérték őket, hogy milyen ügyesek. Nyilván ők más szempontból nézték, hiszen ők nem ismerték a gyerekeket, tehát teljesen ismeretlenül. Mi ugye tudtuk, hogy na ez a gyerek esetleg most egy kicsit jobban izgult, mint egyébként szokott, tehát nekünk ugye voltak ilyen belső információink, ők pedig hát mint kívülálló nézték, de nagyon meg voltak elégedve, és hát örültek, hogy azért csak vannak diákok,
diákok, akik erre ebben a nagyon rohanó és feszített tempóban időt és energiát szánnak, hogy egy-egy ilyen versenyen szerepeljenek. Úgyhogy hallgathattunk, nagyon érdekes előadásokat voltak, akik kifejezetten a szélenergiának a hasznosításáról beszélt részletesebben, volt, aki a Hoovergát kapcsán a vízenergia, többen voltak, akik a napelemekről, és azért előkerültek azok is, hogy azok a szempontok is, hogy az előnyei mellett esetleg milyen veszélyek, hátrányai vannak ezeknek az energiahordozóknak is, hiszen azért szeretünk úgy tenni, mintha ez csak minden pozitív lenne, de mindenképpen alaposan körbejárták a témát. Úgy tűnik azért, hogy itt azért nagy felkészítő munka is kell, hogy megelőzze ezeket a versenyeket, és projektként dolgozzák fel, hiszen előzetesen több oldalról járják körbe az adott feladatsort. Mekkora munka akár a tanuló részéről, a tanulás mellett, vagy a felkészítő tanár részéről egy-egy ilyen kiemelt versenyre a felkészítés? Hát itt tulajdonképpen, ami kifejezetten felkészülést igényelt, az a prezentáció elkészítése, az ahhoz történő anyaggyűjtés. Itt igyekeztünk, mivel ez nem, tehát ez a szokványostól eltérő típusú verseny, tehát itt mivel nem a feladat megoldáson volt a hangsúly, ott ugye nagyobb szerepe van a felkészítő tanárnak, hiszen akkor ott hosszú órákon keresztül azért együtt is, meg a gyereknek külön is gyakorolnia kell. Itt tulajdonképpen a verseny elő egy viszonylag rövidebb időszakban kell elmélyülni ebben a dologban, és azért itt a fő hangsúly a gyerek egyéni kutató munkáján van, nyilván ötleteket adhatnak, egy kicsit irányíthatják a kollégák, de gyakorlatilag itt ugye hát a mai világban az interneten az anyaggyűjtésről maguk gondoskodnak, utána alkalmazzák azt a megszerzett technikai tudást, amit azért a igen magas színvonalon zajló informatika oktatásban megszereztek, hiszen az iskolában kiemelt szerepe van az informatika oktatásnak, és nagyon sok diák érettségizik informatikából, tehát a prezentációk elkészítésénél azokat a meglévő tudás elemeiket már tudják hasznosítani. A mérési gyakorlatot azt kifejezetten úgy állítottuk össze, hogy érthetően, közérthetően leírva magukat a feladatokat, akár azok a gyerekek is meg tudták volna csinálni, mondjuk arra számoltunk, hogy esetleg már egy tizedikes gyerek is kedvet kap, akkor ő is el tudja végezni, ha még a napelemekről mondjuk fizika órán nem is tanult. Végül 11 és 12. évfolyamos diákok vettek részt a versenyen, tehát ezt egy kicsit arra is szántuk egy ilyen kedvcsinálónak, hogy azért ebben ne kelljen bele rokkanni a diákoknak. Önálló munkát igényelt főleg, és hát kedvet és késztetést, hogy ezen részt vegyenek. A másik verseny, például a bajverseny, azért az már ott olyan, hogy ott heti rendszerességgel le kell ülni, és a felkészítőkön részt venni ahhoz, hogy sikeresen tudjanak szerepelni. És Kuros tanár úr bizonyára örülne, hogyha az ő nevével fémjelzett verseny sikerélményt is nyújtott a diákoknak. Túl vagyunk már ezen a versenyen, és lassan túl vagyunk a Reál 7 programjain. Ha összefoglalnánk, hogyan lehetne értékelni ennek a tanévnek a Reál 7-ét? Én azt gondolom, hogy az idén is nagyon színesre, sok rétűre sikerült ez a hét. Voltak benne vidám és szomorú pillanatok is. Igyekeztünk minél több tantárgyat bevonni ebbe ennek a Reál 7-nek a keretébe, és az idén egy kicsit úgy túl is nyúltunk ez egy héten, hiszen volt előrendezvény, ugye a Mercedes gyárban tett látogatás, az a Reál 7-et megelőző napokban volt két csoport, és még lesz a jövő héten is egy kis utórendezvény, amikor az öveges laborba alsó tagozatos diákokat fogunk egy délután fogadni, tipikusan azért, hogy hát már jó időben felkeltsük az érdeklődésüket a természettudományos területek iránt, tehát igen hosszúra is, tehát már lassan Reál 2 hétnek lehetne nevezni, de én azt gondolom, hogy nagyon változatos programmal sikerült a Reál munkaközösségnek az idén is előállnia.
Amit megfogalmaztak előzetesen, így sok évre rá is, hogy mi a célja ennek a Reál Hétnek, az idei mennyire hozta ezeknek a céloknak a megvalósulását? Az, hogy a cél majd hogy ül le, azért ezt idő kell hozzá, hiszen ezeknek a rendezvényeknek a fő célja az, hogy a gyerekeket e felé a területek felé irányítsuk, és azért ez később derül ki, hogy na akkor valóban például a kohómérnök meghallgatása után egy-két-három év múlva esetleg lesz-e valaki, aki azt a pályát választja. Az, hogy az egyetemistától, ugye Balázs Gergőtől hallottakat, majd ők jövőre hogyan tudják esetleg hasznosítani valóban, amikor oda kerülnek, ugye ezek általában később derülnek ki. Ami már most kiderült, hogy a sudoku bajnokságot azt élveztük, az mindenki, a szép kiállításunk itt van, tehát vannak, amik már most eredményként felmutathatók, van, ami viszont ugye később derül ki majd, hogy milyen hatással volt. Az biztos, hogy egy kicsit a hétköznapokat úgy felkavarja ez a hét, és ez is a cél. Valljuk be őszintén, itt ez a januártól márciusig terjedő kicsit szomorkás télvégi időszakban ez a kis nyüzsgés jól is jön, hogy a szokásos mindennapi rutinból kilépve néhány egyéb jellegű programot is az iskolában megtapasztalnak a diákok. Mint említésre került, ezért ez az Reál Hét több éves hagyománya az iskolának. De mennyiben újul meg évről évre, és mennyire szándékoznak megújítani évről évre, és miért? Hát minden évben új programokat kell ugye szervezni, hogy ne váljék unalmassá. Nyilván vannak olyan pontok, amelyek mentén megyünk, tehát hogy mindig szervezünk ide valamilyen versenyt, úgymond komoly versenyt, mint mondjuk most a kunos verseny, de valami vidámabbat, valami játékosabbat, mint a sudoku volt, tehát mindig valamilyen versenyekhez azért kötődünk. Mindig hívunk neves előadókat, például az idén ugye ez a Szegedi Tudományegyetemről, a tájföldrajzi tanszékről dr. Kovács Attila volt, mert fontosnak érezzük, hogy mindig jöjjön valaki olyan, aki hát a felsőbb tudományokból érkezik, és egy kicsit a gyerekeknek ez is hát imponáló lehet, hogy ilyen komoly emberektől hallanak valamiről. Minden évben igyekszünk visszahívni volt diákjaink, most is ugye két ilyen is volt, az egyik igen régi diákunk, Győri Imre cégvezető úr, ő a 60-as években érettségizett, tehát ő már valóban régi öreg diák, és Balázs Gergő, aki pedig néhány évvel ezelőtt. Tehát ez is egy ilyen hagyomány, hogy mindig legyenek régi diákjaink is, de mivel ugye itt a személyek, a témák azért évről évre mások, tehát azt gondoljuk, hogy akkor azért évről évre ez mindig valami mást hoz. És hát mindig vannak olyan aktuálisan az adott évre jellemző események, mint hát most például a kiállítás megnyitó volt. Már hagyományosnak mondható, hogy az a szombati zárónap, ez a Küri környezetvédelmi verseny jegyében zajlik. Hát bízunk benne, hogy ez marad még így, mert azért, mint minden versenyre, azért erre is elmondható, hogy egyre nehezebb akár a gyermekeket, akár a kollégákat egy-egy ilyen versenyre megmozdítani, főleg ugye egyre több verseny van, ahol kisebb-nagyobb nevezési díjakat kell fizetni, és ezt azért több iskola vagy gyermek nem tudja feltétlenül felvállalni. Mit gondol, hogy az intézményének, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumnak a népszerűségét ez a Reál Hét hogyan kamatoztatja, illetve ennek kapcsán mennyire irányítja a figyelmet a leendő tanulóknak, akik ide szeretnének jönni, vagy akik éppenséggel nem is ismerik még a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumot? Én bízom benne, hogy ez a Reál Hét is, de az egyéb iskolai rendezvények is, hiszen ugye ősszel a nyelvi hét, tavasszal a humán hét, meg hát ezen kívül számtalan sok rendezvény zajlik az iskolában, aminek nyilván elsődleges célja az, hogy a gyerekeket több oldalról tudjuk élményekkel, tudással gyarapítani, de pontosan azért igyekszünk ezt kifelé is megmutatni a környezetünkben, a városban, a társ intézményekben,
intézményekben, hogy a szülők és a gyerekek érezzék, hogy ha a mi intézményünket választják, akkor egy olyan iskolába kerülnek, ahol nyüzsgő és változatos élet zajlik, és amelyik gyermek, mert ezt azért szeretnénk hozzátenni, hogy a gyerek nélkül nem megy, tehát amelyik gyermekben van ambíció, van tudásvágy, van akarat, akkor nyugodt szívvel állíthatom, hogy itt az iskolában megkap minden támogatást ahhoz, hogy elérje a céljait, és talán az, hogy ezeket a rendezvényeket ismerté tesszük, ezek esetleg a szülőket is erősítik abban, hogy jó helyre jön a gyermekük, és szerencsére az utóbbi években úgy tapasztaljuk, hogy valóban egyre nagyobb az érdeklődés az intézmény iránt, reméljük, hogy ez így is marad. Miért tartja hasznosnak ezt a tematikus hetet? Miért van erre szükség? Szükség van szerintem tematikus hetekre, vagy legalábbis tematikus programokra, mert a diákokat kizökkenti a mindennapi monoton mókuskerék ritmusból. Ilyenkor úgy tudunk a tantárgyainkkal megmutatkozni, ami hasznos a mindennapi tanulmányokhoz, de azon egy kicsit túlmutat, talán jobban fölhívja az érdekességekre a figyelmet, illetve segíti a diákokat a továbbtanulási elképzeléseiknek a helyes megvalósításában. Nyilván nagyon színes ez a hét, de hogyha egy-két programelemet kiemelne, hogy az miért a lehető legfontosabb, és miért jól találkoznak vele a diákok? Mivel reál tantárgyakról van szó, csak részben kapcsolódunk egymáshoz, tehát a programjaink jelentős része ugye nem is köthető. Én kiemelném ezt a hősképzős bemutatót a vöröskeresztes diákjaink, aktivistáink részéről. Szerintem az, hogy az újjáélesztés lépéseit mindenki elsajátítsa, nagyon fontos. Nekem nagyon fontosak azok a programok, amelyek kifejezetten a továbbtanuló diákokat szólítják meg, és olyan előadók érkeznek, akik eleve kötődnek az iskolánkhoz, tehát személyesen is kapcsolatban vagyunk velük, miközben már ugye egy új szakterületen élnek, vagy dolgoznak, vagy tanulnak éppen. Nyilván ebben az évben különösen kedves nekünk a kutatóiskolai cím, és elég sok programmal fogunk még megmutatkozni a későbbiekben is. És nemrég voltam Vajdás diák vonulatunknak a Kristófra való emlékezés talán egy olyan alkalom, ami még szorosabbra fűzheti az iskola diákságát. Van múlt, van jelen, és hát nyilván van jövő is, és valahogy ezt próbáljuk mi keretbe foglalni egy-egy ilyen héten. És a jelenben mit lát? A gimisek mennyire inkább a reál irányába húznak, mint a humán, vagy font fordítva? Hú, ezt is nagyon nehéz eldönteni. Sok a reál érdeklődésű diákunk, ez teljesen nyilvánvaló. A matek tagozatosok, a biológia tagozatosok nyilván erre az oldalra teszik le a voksukat. Nehéz ma már fölmérni, hiszen a nyelvtanulás annyira fontossá vált a diákok életében, hogy nagyon sokan tagozatválasztás szempontjából ugye a nyelvekre teszik a hangsúlyt, de aztán 12-re olyan érdekesen alakul, hogy ki merre megy tovább tanulni.